nincs más, tíz úgyse látják, embert így együtt, bár boldogság, száz szép emlék. Csodálatos reggelre ébredtünk a mai napon Balmazővároson, hiszen nem akármilyen intézmény került átadásra. Mi volt ez? Hát igen, ma reggel én, amikor fölébredtem és megittem a kávémat, már akkor elmondtam, hogy nem csak a napsütésnek örülhetünk ma, hanem egy átadónak is, ami egy elég hosszú folyamat végeredménye, végterméke volt. Átadtuk ma a Vörösmarty út 1/A szám alatt a régi óvodából átalakított gyönyörű bölcsődét. Ez egy kétcsoportos bölcsőde, 28 férőhelye, és ami a jó hír, hogy igény esetén ez még bővíthető még egy csoporttal, vagyis 14 férőhelye. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban 4 kisgyermek nevelő és 2 dajkának adunk majd munkát. Ez a intézményi rész, ez a 8. telephelye lesz az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézménynek. Ennek az intézménynek a működési engedélyéhez mindenféleképpen az volt szükséges, hogy most ezt az épületet át tudjuk adni, mert a dokumentáció és a minden más egyéb munkának az elvégzése után így tud szeptember 1-jével, úgymond oktatási vagy nevelési év kezdődni ebbe az épületbe. Mert ha nem úgy működik a kivitelezővel a munkatempónak a meghatározása, illetve a projektmenedzserünk és a műszaki ellenőrünk is nem úgy áll a sarkán, és esetlegesen csúszással lett volna kész az épület, akkor egy egész évet kellett volna arra várni, hogy ez a csodálatosan felújított bölcsőde a kisgyerekek használatába kerüljön. Milyen forrásból és milyen körülmények között tudott létrejönni ez az új intézmény rész? Gyakorlatilag mindenki tudja, hogy ez egy óvoda volt valamikor, a szigetkertesi óvoda, nekem járt például ide az egyik gyerekem, és aztán hát elég méltatlan körülmények között, de az óvodai funkciója megszűnt, aztán közfoglalkoztatotti munkaprogramnak a részleti drótfonás, tésztagyártástól kezdve minden működött, csak pont az a funkció nem, amire valamikor létrehozták. Ugyanakkor régebben az előző városvezetés is egy 100 millió forintos projektre beadta az igényt, pályázott, ahol foglalkoztatót alakítottak volna ki ebből a épületből, de nem gyermekfoglalkoztatót. Aztán, amikor 2019 után átgondoltuk az egész projektet, és mi, mivel lehetőség adódott rá Európai Uniós projektből pályázni, megpályáztunk egy bölcsődét. Na most a probléma az az volt, hogy az eredeti 100 milliós pályázat, ami egy nevelés, vagy egy foglalkoztató épület, és a mi általunk pályázott bölcsődéből az összeget, egyszerűen magát a terveket nem sikerült összehozni, hiszen a két pályázatnak a tartalma és célja nem ugyanaz volt, ezért visszaadtuk a két pályázatot, egy az egybe, és a megye vezetésével egyeztetve megpályáztunk egy bölcsődét. 350 millió forintos visszanemtérítendő uniós támogatást nyertünk el, ezen költségeken belül fél évvel az előírt határidő előtt tudtuk megvalósítani ezt a intézményi átalakítást. Egy dolgot tudok mondani, nagyon sok mindenki beletette a munkáját. Köszönöm a műszaki ellenőrnek is azt a munkát, amit itt az dicséri a munkáját, a kivitelezésnek, értsük jól a minősége. Természetesen a kivitelezőnek a munkatársai voltak, akik ezt a munkát elvégezték, de a műszaki ellenőr értő figyelő szeme azért látszik az épületen. Ez nem egy olyan épület, amit átadunk és jövő héten szétesik. Ez nagyon szépen meg is lett tervezve, és a kivitelezés is, műszaki ellenőrzés is látszik, hogy hatékony volt időn belül, pénzen belül. Akinek még kiemelném a munkáját ezzel kapcsolatban, a Kordás Ágnes projektmenedzser, aki rendkívül módon izgult a mai napon, hiszen az egyik főművének tartja ennek a bölcsődének a kivitelezését. Az ő ízlés világát is bemutatja ez a bölcsőde, hiszen a szakemberekkel egyeztetve a színek, a játékok, az egész elhelyezés, minden más egyéb azt mutatja, hogy aki bejött ide, szakember is, bölcsődei nevelő is, mindenki azt mondta, hogy rendkívül harmonikusan van kialakítva,
minden az irányba mutat, hogy a gyerekeknek az érdeklődését a játék kelti fel, hogy itt az eltöltött idő az gyakorlatilag a gyerek számára bejövök, és már menni kell haza. Minden azt szolgálja, hogy itt a picik majd jól érezzék magukat, és ami a másik dolog, szerintem a szülők számára is rendkívül megnyugtató lesz az, hogy olyan körülmények között tudják majd hagyni a gyerekeiket, egy új, modern, minden biztonsági előírásra odafigyelve megalkotott épületről van szó, ahol a gyerekek természetesen a szakavatott kisgyermek nevelőkkel együtt biztonságban eltölthetik a napjaikat. Tarné Szabados Erzsébet Évát, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetőjét, valamint Sándorné Kovács Ilonát, az új telephely szakmai vezetőjét az örömteli fejlődésről kérdeztük. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény közösségigazgatású, több célú köznevelési intézmény, óvodai és bölcsődei intézmény egységből áll. Ezen a jeles napon átadásra került az új bölcsődei telephely, aminek a neve Bambi Bölcsőde. A Balmazőváros Város Önkormányzata intézményünkhöz rendelte ennek a telephelynek a működtetését is, mint bölcsődei telephely. Az új bölcsődei telephelyel 28 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani. Ezzel a telephelyel a dolgozói létszámunk is növekedni fog, 5 állás kialakítására kerül sor. Ezek az állások, mivel közalkalmazotti állások lesznek, ezért pályázati úton lehet betölteni. A pályázati kiírás megjelent, nagyon sok pályázat érkezett a kisgyermek nevelői és a bölcsődei dajkai álláshelyekre. A meghallgatások a tegnap és a mai nap folyamán megtörténtek, a döntésről az érintett pályázók hétfőn értesülnek majd. Előzetesen 2 bölcsődei dajkát terveztünk, de a normatív finanszírozás csak egyet engedélyez, ezért 1 bölcsődei dajkai állás kerül kialakításra. Azt gondolom, hogy európai színvonalú bölcsőde került kialakításra, ahol remélhetőleg szeptember 1-től 28 gyermek töltheti a mindennapjait otthonos, barátságos, kedves környezetben. A bölcsődei intézményegységünk egységvezetője Sándorné Kovács Ilona, aki felel a bölcsőde szakmai munkájáért. És akkor én oda is fordulok szakmai vezetőasszonyhoz, akitől arra volnék kíváncsi, hogy a szülők aggodalmai elmúlhatnak, elillanhat-e ez a kételj bennük, ki fogja elégíteni már így a 2 bölcsőde, a balmazújvárosi kisgyerekes szülők bölcsőde iránti igényeit. Én bízom benne, hogy az előzetes felvételi kérelmek kitöltése alapján meg tudjuk tölteni a 2 telephely csoportszobáit gyermekekkel, és ennek következtében remélhetőleg nem fog várólista kialakulni, ami azt jelenti, hogy akkor nem lesz olyan szülő, akit esetleg visszautasítunk, mert nem tudjuk a bölcsődei ellátást gyermekek részére biztosítani. És így akkor a szülők tervezhetnek arra, hogy vissza tudnak kerülni a munkaerőpiacra. A bölcsőde belsejéről, hogyha egy kicsit mesélne nekünk, hát hogy 2 gyönyörű csoportszoba található, de ezen kívül egy nagyon modern, gyönyörű épület, ami nagyon szövevényes, és elég az embernek egyelőre még itt eligazodni benne, ahogy körbejártuk. Mi található még itt? Természetesen a főbejáraton fognak érkezni a szülők, és ott egyszerű út vezet a csoportszobáig. A dolgozóknak kell majd inkább csak megszoknia az intézmény egységnek a felosztását. 2 csoportszoba lett kialakítva, ami egymás mellett helyezkedik el. Mindkettő csoportszobának önálló fürdőszobája van, közös átadóval, ahol a szülők beérkezés után a gyermekeiket átadják a kisgyermeknevelőknek, ahol a napjukat utána tovább folytatják. Smegli